mezőinket a Benulán ifjúsági bajnokság döntőjén, Gólyás és a Szentes csapatai között. Kék sapkában a Szentes együttese. Egyesben Lekvinszki Gina, kettes Szabó Krisztina, hármas Kozák Réka, négyes Sebők Zsófia, ötös Dömsödi Dalma, hatos sapkában a csapatkapitány Farkas Tamara, hetes Mihály Kinga, nyolcas Tóth Csenge, kilences Urvári Lili, tízes Natasa Ribánszka, 11-es Korom Réka, 12-es Lantos Csilla, 13-as Kudella Panna, 14-es Füsti Molnár Janka.
13-essel Kárner Lili, 13-essel
13-assal Valentin Kamilla, és 14-essel Neszkei Bogárka. A Neplicizárkon vezetőedzője Véres Kergely, segítői pedig Karácsonyi Vazul és Gerendás György. Hölgyeim és uraim, most pedig a házigazda sárga sapkában játszó új és a Hunger Fogger csapatának tagadása következik. Egyes számmal Gabriel Lina, kettessel Dávid Cilla, hármassal Antal Nóra, négyessel Rebecca Parks, közös számmal a csapat kapitánya Szűcs Gabriella, hatossal a Keszthelyi Nagy Rita, hetessel Baksa Vanda, nyolcas számmal Faragó Kamilla, kilencessel Forgács Lili, tízessel Rivanszka Natasa, 11-essel Szegedi Panni, 12-essel Beresztevi Nagy Kinga, 13-assal Aureli Tekla, és 14-essel Tele Dorottya. Thank you.
Jött Neymeter Dóra, aki ugye a hollandok elleni meccs egyik hőse volt a négy góljával. Ugye két játékosunknak van, összesen világbajnoki értme. Elégedetlen lenne. Bíró Attila 2016-ban a bajnoki hírem nem volt. Az ő vezetésével egy ötödik hely, egy negyedik hely, és most nem harmadik, hanem második. Világbajnokságokat, jelenleg itt is beértve, mondjuk az utóbbi három VB-n a kieséses szakaszban gyakorlatilag ellentmondást nem tűrően végig söpört a mezőnyen. De nem játszott a magyarokkal, a mieink összetétele látható és kétségtelen tény, hogy nem a másik is beüvölt egy pár gólt, mi is be fogunk üvölteni, megígérjük, és akkor lehet csansz, nagyon oda kell állni, nagyon föl van pörögve a csapat. Nagyon bátran játszottak végig a VB-n itt a kiesési szakaszban is. Hát ezekkel, na gyerünk! És egy apró részsiker, Vályi Vanda elhozza a labdát. Érdekesség, az amerikaiak ugye az olaszok... Kapás, és a... Hogy az észrevétel, vagy a tapasztalat a lányok közül. És ugye az a... Nyilván variáció, amit itt a VB-n nem láthattunk. A Bársz és a Fa volt ott, hanem a védők is ott voltak. Ribánszkán marad. Passzok ellen egy vereséggel végződött, ami a kettő között aranyérem. És igen. Valószínűleg a srác is megérti majd, hogy apa most szomorú, de apa is mindent megtett. Mint ahogy mindenki. Hát igen, mert ezt nem lehet kétségbe vonni, hogy a világbajnoki címük megérdemelt, de itt egy más értelemben egy másik csapat is a világ legjobbja volt, nagyon sok mindenben azt gondolom, és tényleg le a kalappal a stáb és a lányok előtt.
So your head coach Attila Biro said that you're not preparing specifically for the World League, but how are the preparations going? We are having really heavy trainings. We are not having rest for the next game for the World League, so we are not preparing for that. But it will be good training for us, for sure. So would you say this is a rematch against the Netherlands? I wouldn't say that. I would say it could be a really good match for getting more confidence in the games, but I don't think it will be important. So also the Olympic qualification tournament is coming up really soon. You said that the preparations are going, but what are you focusing on specifically? What are you trying to get better on? Right now we are getting physical trainings, like a lot of swimming and gym. We are focusing on things that weren't that good at the European Championship. We know what we should do better, so the man ups, man downs, we are doing a lot of them. So yeah, that's our main focus now. So this is a tough season because of the European Championships and now because of the Olympics. How can you manage the club team matches and preparations along with the national team preparations and tournaments? Yeah, of course it's hard, but that's what we want to do, so that's what we are doing. I don't think it's like, okay, it's hard, but it's not something what we couldn't handle. And overall, how do you think that the match against the Netherlands will go on Tuesday? Of course we won't win. Everybody is really motivated because of the Olympics and Olympic tournament. So it will be not important if we win, like, for the competition, but it will be important for us, for the motivation and for the next trainings, and also for the next tournament, for the Olympic tournament, of course, and also for the coach to see where we are now. Thank you so much, and good luck in the future. Thank you.